Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A hatodik helyen zárta a szezont az NB3-ban a Sinyői futballcsapat. Több mint 230 meccset játszottak az NKS csapatai. Jó úton halad a Bozsik Akadémia, értékelt Kisbaranyi Sándor. A második helyen fejezték be a bajnokságot az MNTK női kézilabdázói. A szlovákiai nagysáros csapata nyerte a tekézű Kárpát kupáját. A hatodik helyen zárta a szezont az NB3 keleti csoportjában a Sinyői futballcsapat. Az Imrő László Fiumei Viktor által irányított együttes 14 győzelem mellett 7 döntetlent játszott és 9-szer szenvedett vereséget. A tisztes bemaradást tűztük ki célul, mivel újonc csapatról, meg újonc edzőpárosról is volt szó. Aztán hamar körvonalozódott végül is az a dolog, hogy sokkal több van ebbe a társaságba. Úgy gondolom, ahol most vagyunk, ugye hatodik helyen végeztünk, ez egy reális eredmény, helyek közel ezen a poszton voltunk egész évben a legtöbbet. Ugye 49 pontot szereztünk, 14 győzelem, 7 döntetlen és 9 vereség alapján jön össze ez a 49 pont. Ugye ősszel szereztünk 26 pontot, tavasszal 23-at. Hát szerintem egy egész jó kis szezont tudhatunk magunk mögött. Minek köszönhető ez a szereplés, hiszen a játékos keret nem nagyon változott a megyei első osztályhoz képest. Ti viszont újoncok voltatok Imrő Lászlóval a kispadon. Mi tényleg újoncok voltunk a kispadon, viszont úgy gondolom, hogy a játékosok nagy része azért már korábban is bizonyította, hogy tud ebben az osztályban futballozni, akik magasabb osztályból is vannak, akik magasabb osztályból érkeztek. Ugye javarészt egy jó páran azért már játszottak NB3-ba, úgyhogy nekik annyira nem volt ismeretlen ez a közeg, de viszont a csapat magját, gerincét tényleg a megye egyből feljutott csapat alkotta, de ugye ez akkor is látszott már, hogy a megye egyet az a társaság bőven kinőtte, és hogy az NB3-ba is valószínűleg meg fogja állni a helyét. Lehet azt mondani, hogy megleptétek a mezőnyt, hiszen a bajnokság elején többször az élen is állt a Sinyő. Igen, szerintem ezzel, mint ahogy mi sem, mások sem számoltak. Olyannyira, hogy ugye ősszel még nagyjából úgy legyingettek szerintem ránk, meg nem tudtak minket hova tenni. Azért tavasszal már egy kicsit idézőjelesebb mondom, hogy nagyobb nevünk volt, és kivívtunk egy kis figyelmet, aztán már jobban készültek ellenünk, de úgy nagyjából a két szezon, ugye, és az ősz és a tavasz is olyan kiegyenlítetre sikerült a végén. Ha megnézzünk két meccset, egyet pozitív, egyet negatív értelemben, melyik lenne ez a két meccs? Pozitív értelemben szerintem mindenképpen a tavaszi putnoki meccset tudnám ide sorolni, ugye ahol 30. percben az ellenfél 3-0-ra vezetett, aztán 5-3-ra nyertünk, az egy óriási fordítás volt, még egy nagyon jó mérkőzés. Negatívum, ugye volt egy-kettő, például a Diósgyőrbe idegenbe 1-0-ra vezettünk fél időben, aztán sajnos egy 3-1-es vereség lett a végén, vagy kétszer kaptunk ki hazai pályán, ugye ilyen 94. percben kapott góllal, ezek sajnos nem estek jól akkor. Beszéljünk egy picit a Magyar Kupáról, hiszen ott is jól szerepelt a csapat, ráadásul sikerült elhozni a Ferencváros Sinyőre. Igen, az mindenképpen egy futballünnep volt, és a tavalyi évünknek úgy gondolom egy tisztes lezárása. Úgy gondolom, hogy lehetőségeinkhez képest helyt is álltunk a Ferencváros ellen, és sikerült Sinyőre egy igazi futballünnepet varázsolni. Egy ilyen szereplés után a szakmai stábban alig, ha lesz változás, milyen változás várható a játékos keretben? Ugye a szakmai stáb felállás az marad ugyanígy, ugye továbbra is élvezzük a vezetőség bizalmát. A játékos keretben annyira nagy mozgást egyébként nem tervezünk, voltak távozók, a Ruska Tamás, Prakon Kám Ádám, Lakatos Bence és a Lukács Bence és a Szabó Zoltán. Eddig helyükre érkezett a Varga József Diósgyőrből, egy fiatal támadó srác, vele egy kicsit megpróbáljuk ugye majd a támadó szekciót erősíteni, valamint Gazsi Tamás pedig Cigándról, ő pedig kapus. Meddig kaptak pihenőt a játékosok, mikor kezdődik a felkészülés? Sajnos olyan hosszú pihenőjük ugye nincsen, mert van egy kéthetes pihenő, utána van mindenkinek egyéni edzésterve, aztán július 4-től pedig kezdődik élesen az alapozás. Eredményes szezon zárt a nyíregyházi kosárlabda, a különböző bajnokságokban szereplő csapatok több mint 230 meccset játszottak, a felnőtt együttes pedig a 12. helyen végzett az amatőr NB1-ben.
Nagyon sok sérültünk volt az elmúlt bajnokságban, az amatőr NB1-ben is, az utánpótlás bajnokságokban is, ebben voltak komolyabb sérülések is. Két játékosunknak is volt keresztszalag szakadása térdében. Nyilván az ő műtétjeik már megtörténtek, a rehabilitációjuk folyamatban van, visszavárjuk őket. Egyébként pedig hát a mozgalmasságról csak annyit, hogy egy kis statisztikai számot hagy mondjak. Itt 233 mérkőzést játszottak a csapataink, összesen 18 csapattal versenyeztünk különböző korosztályokban. 174 utánpótlás mérkőzést rendeztünk ebben a teremben, ahol most éppen állunk, és 25.400 kilométert utaztak a gyerekek azért, hogy ezt a 233 mérkőzést lejátszhassák. Nem kevés. Tehát én épp a múltkor számogattam itt magamba, hogyha összeadjuk ezt a 233 meccset, és folyamatosan játsszák a meccseket, akkor 20 napon keresztül a nap minden percében pattog a labda, és játsszák a gyerekek a kosárlabdát. Tehát azért az 365 napból nem egy olyan kis mennyiség egy amatőr egyesületnél. Amatőr egyesület a nyíregyházi kosársuli, nem is versenyezhet a nagy tradícióval rendelkező nagy egyesületekkel. Ezt figyelembe véve mennyire vagytok elégedettek az elért eredményekkel? Én személy szerint, mint az egyesület elnöke, maximálisan elégedett vagyok. Nem egy akadémia megirigyelni ezeket az eredményeket, amiket elértünk. Az amatőr NB1-be induló 27 csapat közül 12-ek lettünk, és azt tudni kell, hogy az amatőr NB1-be, abban a csoportban, ahol mi játszunk, a piros csoportban, az erősebb csoportban, ott 7 olyan klub is szerepeltett csapatot, akinek NB1-ás klubja van, és a 23 év alatti NB1-ás játékengedéllyel rendelkező játékosok, azok visszajátszhatnak az amatőr NB1-be. Tehát gyakorlatilag valamikor olyan játékosok ellen lépünk pályára, akik az NB1-ába is 20-30 perceket átlagolnak. Ez nem rossz, mert végül is a gyerekeknek egy jó kihívás és fejlődés. Ugyanakkor hát nyilván elgondolkodható az, hogy valaki a középiskolában letanulja a napi délelőtti tanulmányi dolgokat, utána elmegy külön órára, kosárlabda edzésre, és azokkal kell fölvenni a versenyt, akik hivatásszerűen fizetésért délelőtt-délután edzenek, és gyakorlatilag ebből a játékból élnek. Mondom, tehát ez egy kicsikét olyan visszás, de mindenféleképpen sokat számít. Tehát sokat számít a gyerekeknek az, hogy példa előttük, ugyanakkor nálunk az amatőrizmusból fakadóan az első és a legfontosabb a tanulás és a gyerek egészsége. Tehát ez az amatőr NB1. De ugyanígy elmondhatom a juniorokat. A juniorok 34 induló csapat közül 12. helyen végeztek. A kadettek 67 kadett csapatból a 18-ok lettek. A serdülők 64 serdülő csapatból lettek a 10-ek. Tehát én azt hiszem, hogy ezek az eredmények magukért beszélnek. Az U12, U11 bajnokság az már jemberi, tehát ott nincs külön helyezés, meg nincs külön eredmény, illetve hát a kosárpalánta programban is 6 csapattal indultunk el, ami azt jelenti, hogy a 9 évesnél fiatalabbak is már valamilyen szinten próbálnak, ha nem is a kosárlabdázással konkrétan, de annak a mozgásanyagával komolyabban foglalkozni, tanórák keretén belül, illetve edzéseken. Mennyire könnyű behozni a gyerekeket ebbe a terembe, és mennyire nehéz itt tartani őket? Igazság szerint behozni még nem is annyira nehéz, mert ugye maga a terem azért az nem egy mindennapi látvány egyrészt, másrészt meg hát ugye még a terem új, friss, tehát 5 éves. Most volt az 5 éves bejárás épp a műszaki ellenőrökkel és a kivitelezővel. A bentartás az már sokkal nehezebb dolog, nem a kosárlabda sportág miatt, hanem általában azért, mert a mai világban a gyerekeket rengeteg külső impulzus éri, és gyakorlatilag nekünk olyan dolgokkal kell fölvenni a versenyt, amire évekkel ezelőtt nem is számítottunk. Most itt nem csak a számítástechnika adta dolgokra gondolok, akár itt a tabletek, meg gépek, meg ez, meg az, meg játékok, meg konzolok, meg most már ugye van e-sport, meg egyéb mindenféle, hanem maga a rendezvények száma, az események az gyerekeknek a közvetlen környezetében. Legyenek ezek akár sport, akár kulturális, akár bármilyen más események. Ezek mind olyan impulzussal vannak a gyerekek irányában, amik esetleg elvonják a figyelmüket innét, vagy nem olyan mélységű a kötődés, ami mondjuk, mint 20-30 évvel ezelőtt volt.
Ti nyáron sem szoktatok teljesen leállni, hogy néz ki a mostani nyári program? Most a nyári program hétfőn kezdődik a napközis táborunkkal, ami gyakorlatilag egy 5 napos tábor, ennek egy része gyakorlatilag a kosárlabdázás, annak a gyerekeknek a felzárkóztatása és egyebek, illetve hát ebbe a táborba egy sporttábor. Tehát nem csak kosárlabda, elsősorban kosárlabda, de más sport is van benne. Így ennek keretében például a kabalusz lovastanyára fogunk kilátogatni, és ott lovaglás, hétakocsikázás, egyéb minden, illetve Nagykállóban strandra, az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és egyebek és egyebek. Tehát gyakorlatilag számtalan olyan sportolási lehetőség van, amiben megpróbáljuk a gyerekeket megmutatni azt, hogy a kosárlabdán kívül más is van. Természetesen mi elsősorban kosárlabdázásban várjuk őket, és tőlük a teljesítményt. A másik a táborunk az pedig július 15-ével kezdődik Szilvásváradon. Az már egy kicsit komolyabb kosárlabda tábor, igazából ennek a tábornak az a célja, én csapatépítő tábornak szoktam nevezni, hogy megismerjük közelebbről mi is a gyerekeket, a gyerekek is bennünket, és hozzászoktassuk őket ahhoz, hogy a szülők hálószobáján kívül is van még élet, tehát nem csak mellettük lehet élni, hanem azon kívül is, ugyanis nagyon sok olyan gyerek van, aki ilyenkor kerül először távol a szülőktől, egy hétre, és hát mindenki pánikol, szülő, gyerek egyaránt, hogy úristen, most mi lesz. Pedig hát mindig azt szoktam mondani, hogy valamit mindig el kell kezdeni, ez is elkezdődik majd egyszer, ha nem most, akkor majd 2 év múlva, vagy 3 év múlva, de előbb-utóbb be fog következni. És hát ezeket is meg kell szoknunk, hogy akkor, amikor többnapos tornákon vagyunk, vagy rendezvényeken, akkor nyilván ismernünk kell a gyereknek a szokásait, az, hogy hogy alszik, vagy hogy nem alszik, van-e valamilyen gyógyszer probléma, amit esetleg kezelni kell, vagy bizonyos dolgokra hogyan kell reagálni, és így tovább, és így tovább. Nyilván ilyenkor a kapcsolat a szülőkkel, mondhatom azt, hogy forró dróton van, de nem szokott lenni különösebb gond és probléma, viszont a tábornak ez egy nagyon fontos célja, hogy ezt is megtanuljuk. Mi is, a gyerekek is, a szülők is kezelni. Jó úton halad a Bocsik Akadémia, mondta Kisbaranyi Sándor. Az akadémiai igazgató szerint megújították szakmai programjukat, az utánpótlás együttesek jól szerepeltek, és több játékos adtak a Nyíregyháza Spartacus keretébe. Az idei évnek a fő célkitűzése az volt, hogy a szakmai programunkat frissítsük, megújítsuk, intenzívebbé tegyük, illetve elvégezzük azokat a szükséges korrekciókat, amire úgy gondoltuk, hogy szükségünk van. E tekintetben nagyon elégedett vagyok, hiszen a kollégáink borzalmasan nagy munkát végeztek. Ezeknek a folyamatoknak az eredményein azt gondolom, hogy hamarosan alapvetően látszani fog a játékunkon, a gyerekek játékán, a gyerekek felkészültségén. A második legfőbb célkitűzésünk az volt, hogy a szakmai tevékenységünket az egyéni fejlesztések irányába vigyük el, és az erősségek kiemelésén, az erősségek továbbfejlesztésén, valamint a hiányosságok kompenzálásán legyen a hangsúly. E tekintetben is elégedett vagyok, bár még az út elején járunk. Úgyhogy a bajnokságokban is tartalmasan szerepeltünk, én azt gondolom, de szeretném kihangsúlyozni, hogy a bajnokságokban elért eredmény az mindig csak egyfajta támpont, egyfajta visszajelzés, elsősorban arról a szakmai munkáról, amit a kollégák a hétköznapokban végeznek. Úgyhogy elégedett vagyok az évet, illetően sikereket értünk el. A legnagyobb értéknek azt tartom, hogy végre nagyon nagy számban van fiatal játékos a Nyíregyháza Spartacus felnőtt csapatának keretében, és mindemellett a felső korosztályaink, az utánpótlás, ifi korosztályok is stabilan tudtak szerepelni. Beszéljünk egy picit a számokról, hány korosztályban, hány edző irányításával, hány gyerek szerepel a Bocsik Akadémia színeiben? Változó a létszám folyamatosan, jelen pillanatban is itt ugye futballoznak a legkisebbek. 300 körüli létszámmal dolgozunk nagyságrendileg, ugye az U7-es korosztálytól az U19-es korosztályig. Az alkalmazottaknak a száma az több mint 45, itt is van mindig egy-egy változás, de nagyságrendileg 45-46 fővel dolgozunk, ebbe teljes személyzet benne van, a gazdasági személyzettől kezdődően, az edzőkön, a sportpszichológuson, az orvosokon keresztül számtalan más szereplő, aki abban érdekelt, hogy ezeket a gyerekeket a legmagasabb szintre felkészítsük. Mennyire vonzó a Bocsik Akadémia, nem is azt mondom, hogy a gyerekek, hiszen kiskorra még a szülők döntenek, inkább azt kezdem a szülők számára.
Én azt gondolom, futballozni mindenki szeret. És nagyon érdekes az, hogy a Bozsik Akadémiának mi is az igazi feladata, hiszen Nyíregyházán élünk, egy megyei székhelyen, ahol több mint 100 000 lakos van, és egyszerre kell jelen lennünk a minőségi képzés területén is, ugyanakkor ki kell elégítenünk az úgynevezett grassroots tömeglabdarúgás igényeket is. Nagyon nehéz szétválasztani a két terület közötti ingoványos utat, kik azok, akik az elitképzés irányába indulhatnak el, kik azok, akik a játék öröméért futballoznak. Mi a kiskorosztályok esetében megpróbálunk mindkét feladatunknak eleget tenni, de elsősorban az ifjúsági korosztályoktól, illetve a nagypályára lépéstől, mondjuk U13-as korosztálytól el kell fogadnunk azt is, hogy el kell mennünk a gyorsan gondolkodók, a gyorsan fejlődni képesek irányába, és jó kapcsolatot kell ápolnunk a környékben működő, vagy a városban működő egyéb klubokkal, hogy azok, akik nem tudják ezt az intenzívebb fejlesztést végigcsinálni, ők megtalálják a számításaikat a futball mellett a későbbiek során is. Minden alkalommal hangsúlyozzák a játék, a család, a tanulás, az iskola hármas egységét, ezen a téren megvan a harmónia? Nekem szent meggyőződésem, hogy csak abból a labdarúgóból válhat élvonalbeli labdarúgó, és hát reményeim szerint azért majd előbb-utóbb nemzetközi szinten is teljesítőképes labdarúgó, akinek a gyermekkorában vagy a fiatal serdülő éveiben ez a hármas egység maximálisan jelen van. Annyi pluszt és annyi töbletet tud adni egy stabil lélektan, egy stabil nevelés, ami semmi mással nem pótolható. Olykor még azt kell, hogy mondjam, hogy a futballképességek is kompenzálhatóak egy erős személyiséggel. Tehát az a bizonyos karakter, ami egy labdarúgót kiemel az átlagból, az feltételezi az, hogy a gyermeknek ez a három terület, a tanulás, a család és a képzés az egységben legyen. Ha bármi más történik, bármelyik terület sérül, akkor valahol az a labdarúgó nem lesz teljes értékű labdarúgó, és a saját benne lévő potenciált nem fogja tudni felszínre hozni. Hogy a álláspont egységese a szülők, a gyerekek és az akadémia vezetése, vagy az akadémia munkatársai között, ezt majd az jövő eldönti. Én azt gondolom, hogy még nem teljesen egységes, hiszen a szülőket nagyon sok befolyás éri. Rengeteg információ elhangzik a sporttal, a futballal kapcsolatban, nagyon sok szereplője van a futballnak, itt vannak a különböző klubok, a menedzserek, a játékos ügynökök, az önjelölt szakemberek, azok, akik még edzést nem vezettek, még gyereket közelről nem láttak, de értenek a futballhoz, és nem mindig a nemzetközi trendeket követjük e tekintetben, hanem néha vadhajtások is vannak a rendszerben. Mi azért dolgozunk, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy a sikerhez egy út vezet, az pedig ezen a három területen keresztül történik. Beszéljünk egy picit a jövőről, mi az, amilyen leginkább szeretnének előrelépni, akár szakmai, akár szervezeti, akár infrastruktúrális téren? Nagy átalakulás előtt áll a Nyíregyháza Spartacus, hiszen ez már a közvélemény számára is ismert, hogy végre itt is megtörténik majd egy olyan infrastruktúra fejlesztés, ami az ország más területein, meg Európában már másutt is megtörtént. Én azt gondolom, hogy ez most már reális terv, hiszen a folyamatok elindultak, a kormányhatározatok vannak. Ez egy nagyon nagy előrelépés lesz, hiszen világszínvonalú infrastruktúrával fogunk gazdagodni. Én azt gondolom, hogy a humán erőforrás tekintetében nagyon jó alappal rendelkezünk, de szeretnénk tovább fejleszteni a kollégáink felkészültségét. Folyamatosan azon dolgozunk belső képzéseinken, illetve külső képzések tekintetében is. A szakmai képzési programunkat azt az egyéni fejlesztés irányába szeretnénk elvinni, szeretnénk egy olyan képzési programot megvalósítani, ami az erősségeknek a tovább erősítésére fókuszál, és nem a hiányosságoknak a kiemelésére. Szeretnénk az alsó szekcióban, tehát elsősorban a 7-11 éves korosztályban véglegesíteni azt a módszertani változást, amit az idei évben elkezdtünk. Ez játékközpontúvá teszi a munkánkat, élményközpontúvá teszi a munkánkat, szeretnénk sokkal több, magasabb minőségű inget biztosítani a gyerekeknek, mert azt gondoljuk sokakkal ellentétben, hogy a futball az az együttműködéseknek a sportága, és az egész képzési rendszerünk az alsó szekcióban ez az együttműködésre épülő lesz a jövőben, nem pedig az egyéni képességek kidomborítására fókuszál. Ebben rengeteg feladatunk van, úgyhogy alapvetően ez határozza meg most a terveinket, és hát természetesen szeretnénk a kiválasztásunkat is hatékonyabbá tenni. Mi elsősorban a város 30 kilométeres körzetére fókuszálunk, és én azt gondolom, hogy ha itt elérünk minden olyan gyermeket, aki szeret focizni, kellően agilis és kellően gyors gondolkodású,
akkor ezzel egy megfelelő alapot fogunk teremteni majd egy magasabb minőségű játékos fejlesztéshez. A második helyen fejezte be a bajnokságot az NB2 északkeleti csoportjában a Máté Szalkai női kézilabda csapat. A Vakarcs Krisztina által irányított együttes 13 győzelem mellett egy döntetlent játszott és 4-szer szenvedett vereséget. Ez egy különleges év Máté Szalkai MTK életében, hiszen 100 éves jubileumi évünket ünnepeljük most ebben az évben, és ennek tükrében azért igyekeztünk minden 8 szakosztálynál valamilyen módon megjeleníteni ezt a 100 évre való visszaemlékezést, és természetesen a bajnoki eredmények azok nagyon fontosak ekkor is, sőt talán még egy kicsit kiemelten. Azt kell mondjam, hogy a kézilabda szakosztály ebben az évben is, a korábbi évekhez hasonlóan szisztematikus munkát végzett, és nagyon sok korosztályban már ugye bajnokság végéhez értünk, csak ugye a felnőtt csapatnál. A korosztályos csapatainknál, illetve az utánpótlás csapatainknál ugye több mint 200 gyerek versenyez nálunk, 11 edzőnek a vezetésével, és örömteli tényként kell közöljem azt, hogy a utánpótlás csapatainknál az U14-es lányok, Drabik Péter vezetésével, és az U13-os fiúk, Fekete Miklós vezetésével felsőházi rájátszásban aranyérmesek lettek, tehát ennek már van bajnok aki végeredménye is. És hát a felnőtt csapatra áttérve, ugye egy olyan szezont kezdtünk el 18 játékossal, ahol szerintem mondhatom, hogy ebben az osztályban talán nagyon kevés csapat mondhatja ezt magára, hogy 15 mezőnyjátékos és 3 stabil és jó képzett kapusunk volt. Úgyhogy a reményeink azok természetesen nagyra vágyóak voltak, hiszen mindenképpen a bajnoki dobogóra szerettünk volna felkapaszkodni. A bajnokság értékeléséről csak annyit ugye, hogy egy füzes, ami ide került ebben a bajnoki szezonban hozzánk, aki azt mondhatom, hogy egy NB1B-s kerettel rendelkezik. Ennek megfelelő el kell ismerjük, hogy ők voltak a bajnoki szezonban a legjobbak, meg is nyerték a bajnokságot. Azonban az ezt követő csapatok, 5-6 csapat olyan volt, akinek a játékos állománya és a felkészültsége is bizony-bizony fej-fej, mert kiélezett küzdelmeket hozott, és ebben a csatában, az utolsó mérkőzésen is még volt szerepe annak, hogy győznünk kell. Igaz, a bajnokság befejezése előtt már néhány héttel azt tudtuk, hogy a dobogón végzünk mindenképpen, de az utolsó bajnoki mérkőzésen dőlt el az, hogy ezüst vagy bronzérem lesz ez a dobogós helyezés. A kézilabda szakosztálynál is egy korszak végéhez értünk, hiszen Vakarcs Krisztina 5 éven keresztül játékosként, játékosedzőként, utánpótlásedzőként nagyon komoly szakmai munkát végzett ennél a szakosztálynál és egyesületnél. Így aztán gyakorlatilag útjaink ilyen módon elválnak, és a múlt héten már egy záróvacsorát is, és egy értékelővel egybe kötött záróvacsorát is rendeztünk a lányoknak. Ezen a értékelőn a lányokat is meg kellett, hogy interjúvoljuk a hogyan továbbról, és örömteli tényt kell közöljek, hogy minden lány vállalta a továbbiakban is az NB2-es szereplést a következő bajnoki szezon vonatkozásában, illetve Krisztina elbúcsúztatása után az új edző is megnevezésre került, és már ezen a ominózus záróvacsorán a terveiről fellebbentette a fájtlat, és elmondta azokat az elvárásokat, amelyekkel ő a következő bajnoki szezonnak nekivágna a csapattal. Az új edző pedig örömteli tényként jelentem be, egy régi visszatérő, és már dolgozott nálunk, Falcsik Miklós, akit a következő bajnoki szezonban, a 2019-20-as bajnoki évadban az északkeleti csoport női NB2-es csapatának megbízását vállalt el. Így a Máté Szalkai MTK női kézilabda csapata most új impulzusokkal, új lehetőségekkel és új tervekkel vár neki majd ennek a szezonnak. A szlovákiai nagysáros csapata nyerte a Kárpát-kupát a rendező házigazda Nyíregyházi Teke Klub együttes előtt. Az NTK Debrecenben vigasztalódott, ahol az első helyen végzett a Hajdúkupán. Azt lehet mondani, hogy maga a verseny az jó sikerült, jó hangulatban zajlottak a mérkőzések, azonban a végső sikert nem sikerült a Nyíregyházi Teke Klubnak megszereznie, ugyanis 12 fával csupán, de a lelkisárosi csapat ismételten elhódította a Kárpát-kupát előlünk. Nem meglepő, mert ők még most is edzésben vannak, folyamatosan játszanak, még jó magunknak már azt lehet, hogy hetek óta nincsenek edzések, igazából mi nekünk ez már csak egy levezető összejövetelnek volt számva, de annál fontosabb volt mindenképpen, hogy a sportbaráti kapcsolatokat ápoljuk, és azt lehet mondani, hogy a
folytatás az igencsak jól sikerült, és azt lehet mondani, hogy mindenki elégedetten távozhatott Nyíregyházáról, illetve mi is nagyon elégedettek voltunk magával a rendezvénnyel. Egyéniben sem született nyíregyházi siker, itt is egy szlovák, a Rohár Tomás 587 fával diadalmaskodni tudott, míg mellette a másik helyen a Hakke Dezső 572 fája, illetve jó magamnak az 562 fája fért fel még a dobogóra. Összességében voltak olyan teljesítmények a csapatunkban, amikkel tényleg elégedettek lehetünk, de ahogy mondtam, valóban rányomta a bélyegét az edzéshiány sok játékosnak az eredményére, de mindenképpen úgy gondoljuk, hogy nagyon jól éreztük magunkat ezen a rendezvényen. Ráadásul a szombati nappal nem is volt vége a gurításnak, hiszen vasárnap Debrecenben léptetek dobóállásba, milyen célral és milyen sikerrel? Ott egy jótékonysági tekemérkőzésen vettünk részt. Egész hétvégén szombat-vasárnap tartottak a küzdelmek, ugyanis egy debreceni ifjúsági játékosnak a gyógyulásá kezelésére gyűjtöttünk közösen, és ennek apropóján volt a Hajdukupa megrendezve. Sajnos úgy alakult, hogy az előző napon a Kárpátkupa, illetve a Hajdukupa is egy hétvégére esett, így már félig meddig figyelni kellett a szombati napon is arra, hogy a holnapi nap és még dobni kell, de attól függetlenül, mivel három csapattal érkeztünk, egy négyfős versenyre volt meghirdetve idén a Hajdukupa. Mindenképpen jó eredményt értünk el, ugyanis az első helyet sikerült elhoznunk a Fehér Béla, Hakker Dezső, Szegő Levente, illetve a Finta Zoltán négyesnek, és hozzáteszem, hogy voltak nagyszerű eredmények. Béla is az 598 fával már csikolta, azt lehet mondani, a 600-as szériát, és egyéniben is a Fehér Béla harmadik helyen végzett, úgyhogy mindenképpen elégedettek lehetünk, és úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy örömmel mentünk el Debrecenbe, hogy segítsünk a Tudás Dávid gyógyulásában. Ezzel még mindig nincs vége a szezonnak, hiszen Nagysároson vághattok vissza a nagysárosiaknak az itt elszenvedett vereségért. Valóban így van. A Kárpátkupának a díjátadóján bejelentették, hogy hivatalosan szeretnék meghívni azt a nyíregyházi csapatot, ugyanis a Sárisi Sport 100 éves jubileumát ünnepli majd azon a napon, ahol mindenféle sportág fogja képviseltetni magát, ami megtalálható ott a Sárisi településen. Este lézersó, utcabát, tehát tényleg egy nagyon nagy szabású rendezvényt fognak majd a hazaiak megtenni, és bízunk benne, hogy bár edzésben nem tudjuk, hogy hogy fogunk még addig felkészülni edzésmunkába, de annál nagyobb szeretettel fogunk majd érkezni Szlovákiai Nagysárosra. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.